Mérleg. Fontos kérdésekről részletesen. Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, a szerkesztő Szabó Hangya Terészt hallják. Mai műsorunk témája Szerbia uniós csatlakozása, vendégünk ennek kapcsán Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselője, a Szerb Képviselőház Integrációs Bizottságának elnöke. A közvéleménykutatás szerint jelenleg Szerbia lakosságának 55%-a támogatja a köztársaság Európai Uniós csatlakozását. A 10 évvel ezelőtt mért 74%-hoz mérten nagy csökkenésről tanúskodnak a számok. Az okokról is kérdeztem Kovács Elvirát, a köztársasági parlament EU Integrációs Bizottságának elnökét. A szerb képviselőház megválasztotta az integrációs bizottságot és a bizottság elnökének, Kovács Elvirát, aki eddig az alelnöki tisztet töltötte be ebben a bizottságban. Tulajdonképpen önnek semmi új, de sokkal nagyobb és sokkal felelősségteljesebb feladat. Most, amikor a 11. évet jegyezzük már a megkezdett folyamatban, mondhatunk valami újat? Meg kell mondjam, hogy a statisztika nem túl jó. Hát igen, hogyha az elmúlt egy évről beszélünk, akkor nyilván a legtöbben azt mondják, hogy egy újabb elveszített év, mert nem nyílt meg újabb tárgyalási fejezet. Lehet ezt így is értelmezni. Valóban, de sajnos az idén nem sikerült egyetlen egy tárgyalási fejezetet sem megnyitni, annak ellenére, hogy Szerbia 5 tárgyalási fejezet megnyitására készen áll. Lehet ezt többféleképpen magyarázni, tehát egyesek azt mondják, hogy az Európai Unió is saját magával, illetve különböző problémákkal, tehát elsősorban nyilván a világjárvánnyal van elfoglalva. Másrésztről Szerbia sem teljesített, mert ugyanúgy Szerbia is egyrésztről a világjárvánnyal szembesül, másrésztről választások voltak. Választások utáni húzavona, én ezt így szoktam nevezni, tehát elég sok idő eltelt, nem alakult meg a parlament, különböző testületek, egyszerűen leállt az élet, és ilyenkor nehéz teljesíteni. Tehát nehéz eleget tenni a követelményeknek, láthattuk, hogy ugyan októberben jelent meg az Európai Bizottság jelentése, de ez gyakorlatilag ott augusztusban íródott. És valóban összegeztek benne mindent, ami az előző periódusban történt, és hát elég kritikus volt. Tehát reális, de kritikus, úgyhogy nem meglepő. Tehát, hogy nem sikerült 27 tagállamtól zöld fényt kapni a fejezetnyitásra. Ugyanakkor még mindig abban reménykedik Szerbia, és lehet, hogyha most hirtelen fölgyorsul, ugyanis a parlament után, tehát megalakult a kormány, és fölálltak a minisztériumok, szerintem a napokban kinevezik az államtitkárokat is, tehát mindenki számára ismert a feladat, csak teljesíteni kell, és így belehúzni. Történhet még meglepetés az év végéig, hiszen csak néhány hét van hátra ebből az esztendőből. Mit mutatnak az előrejelzések? Van még esély arra, hogy az év végéig, tehát előttünk áll november második fele december, hogy egy kormányközi konferenciát hívjanak össze, amelyen ideális esetben meg lehetne nyitni mondjuk egy tárgyalási fejezetet, nyilván nem lesz egyszerű, de ha arra nem kerül sor most időszűkében, legalább arra sor kellene, hogy kerüljön, hogy mi hallhattuk már jó néhány hónappal ezelőtt, hogy maga az államfő azt mondta, mert fölajánlották nyilván az év elején az új metodológiát, tárgyalási metodológiát, és hogy azok, akik már mélyen a folyamatban vannak, mint Montenegró és Szerbia, hogy nekik dönteniük kell, hogyan szeretnék folytatni, és akkor azt hallottuk, hogy Szerbia az új módszertan mellett döntött. Ezt maga az államfő mondta, tehát azt mondják, hogy legmagasabb politikai szintéről hangzott ez el. Aztán maga az integrációs miniszter is tett ilyen kijelentéseket, de azóta például az integrációs bizottság, vagy mások, tehát erről nem hoztak semmilyen döntést. Szerencsére most, amint megalakult a parlament, és tehát jó magam lettem az elnöke, úgy voltam vele, hogy minél előbb össze kell hívni egy bizottsággyűlést, és november 5-én erre sor került, és azon kikérdezhettük a miniszterasszonyt, hogy akkor most konkrétan tudjuk mi is, hogy igen, elfogadtuk az új módszertant, nem, hogyan néz ki ezen túl a folyamat, és a miniszterasszony nagyon, tehát készen állt arra, hogy válaszoljon minden kérdésünkre, és tehát most már világos, hogy igen, tehát az új metodológia szerint fogjuk folytatni a tárgyalásokat, de erre nem kaptunk még magyarázatot, hogy akkor ez hogyan fog kinézni. Tehát nehéz erre most válaszolni, amikor a 35 tárgyalási fejezetből 18, tehát gyakorlatilag a fele van megnyitva, és néhány, mondom, még 5 elküldve, illetve legalább 2 kész, amit akár elküldhetünk Brüsszelbe hamarosan.
hogy akkor most puff, tehát nem 35 tárgyalási fejezetről beszélünk, hanem 6 klaszterről. És tehát ez, ugyanezek a témák nyilván 6 klaszterben vannak csoportosítva a hasonlóságuktól függően. Hát úgyhogy most azt várjuk, ezért most visszatérnék erre a decemberi kormányközi konferenciára. Tehát ha ott nem sikerül új tárgyalási pozíciót megnyitni, az a fontos, hogy legalább legyen egy kormányközi konferencia, amelyen az Európai Bizottság elmondaná, hogy akkor most mire kell koncentrálni, és hogyan kell folytatni a tárgyalásokat, amennyiben tettük tudomásul veszik, hogy Szerbia az új módszertan szerint szeretné folytatni, és akkor elmondják, hogy ez hogyan fog kinézni. Tehát ez fontos egyrészt azért is, hogy tudják tehát mindannyian az országban, hogy akkor mire kell koncentrálni, azokra a fejezetekre, amelyek már meg vannak nyitva, mondjuk bizonyos klaszterből, és akkor onnan még maradt néhány ezekre, vagy máshogyan kell ezt folytatni, tehát erre ebben a pillanatban senki se tud válaszolni. Csak számunkra, a csatlakozni szándékozók számára jelentős ez? Fontos Szerbia számára, de ugyanakkor fontos a tárgyaló csoport szempontjából, mert ez a másik nagy problémánk, hogy Szerbiának gyakorlatilag egy éve nincs tárgyaló csoport vezetője. Erre a miniszterasszony azt mondta, hogy hát igen, de van külön minisztériuma, ami persze nagyon jó, mert hallhattunk olyan spekulációkat a kormány alakítás előtt, hogy az új kormányban lesz egyáltalán Európai Ügyi Minisztérium, vagy az egyik kormányalelnök foglalkozik ezzel a témával. Szerencsére most már tudjuk, hogy van külön Európai Ügyi Minisztérium, ami nagyon sok helyen nincs, és ez egy pozitív lépés, de a tárgyaló csoport vezetője nincs. Nyilván ezt is a miniszterasszony fogja átvenni, illetve a tárgyaló csoport különböző tagja is úgy eltűntek. Tehát elmentek más helyre dolgozni, regionális ilyen-olyan fölállásban, és ez elég nagy probléma, mert sok szakembertől kellett megválni. Tehát ez is már volt az Európai Bizottság jelentésében, hogy azért lassan káderhiányban szenved a tárgyalócsoport. Maga a miniszterasszony most azt mondta, hogy a tárgyalócsoport is átalakul majd. Tehát nyilván, amennyiben nem fejezetekre koncentrálunk, 35 fejezetre, akkor nem lesznek ilyen fejezetekkel foglalkozó alcsoportok vagy részek, hanem pontosan a klaszterekre fogunk koncentrálni. Úgyhogy ő azt ígérte most nekünk, hogy amennyiben megjön a válasz, a magyarázat az Európai Bizottságtól, aztán átalakítja a tárgyalócsoportot. Úgy tűnik a kívülállónak, hogy elsősorban itt van probléma belül, tehát Szerbiában nem tudjuk, hogy ki kinek mivel tartozik, és ki kinek mi a feladata, ami a csatlakozási folyamatot illeti. Másodszorban meg úgy látszik, hogy Európa is egy kicsit kivár, és úgy ránk les, és ránk vár, hogy kezdeményezzünk. Szerintem nagyon jó, hogy most Kovács Elvira lett a bizottság elnöke, mert egyrészt már tudja, hogy mit kell csinálni, van elképzelése, sokszor járt az Európai Unióban különféle kérdések kapcsán, és különféle bizottságoknak volt a tagja, illetve alelnöke is. Tehát tudja, hogy milyen nyelvet beszélnek idézőjelben az Európai Unióban, és talán könnyebb lesz egy picit itthon is megadni azokat az irányokat, amelyek szerint gyorsabban érnénk célt. El kell mondjam, hogy a statisztika szerint ugye 2015-ben 2 fejezetet nyitottunk, meg 16-ban 2 alkalommal 2-2 fejezetet, 17-ben 3 alkalommal 2-2 fejezetet, 18-ban szintén 2 alkalommal 2-2 fejezetet. Tehát ez nagyon biztató, nagy lendületet mutatott, és azt is el kell mondani, hogy a statisztika szerint akkor igencsak népszerű volt az Európai Uniós csatlakozás Szerbiában. A lakosságnak a 74%-a 2009-ben úgy nyilatkozott, hogy ő szeretné, hogyha Szerbia ebbe a családba tartozna. Manapság ez, illetve 18-ban végeztek azt hiszem utoljára mérést, akkor már csak 54% volt. Mennyire tudja a bizottságnak a munkáját segíteni, serkenteni az, hogyha többen szeretnék azt Szerbiában, hogyha unióba tartozna ez az ország is? Igen, azt hiszem, hogy a 2009-es számok voltak a legjobbak, tehát ez a 74%, de arra szeretnék emlékeztetni, hogy ez akkor volt, amikor megkaptuk a vízummentességet. Tehát amikor úgy látható eredménye volt, és az emberek, tehát akkor tényleg ilyen nagy elánnal hittek az unióban, mert valóban látták, hogy hú, akkor most nem kell már vízum, és így, tehát a Schengeni övezetbe szabadon utazhatunk.
Azóta, hát ez így változott, és maga az Integrációs Minisztérium évente kétszer szervez közvéleménykutatást, ez általában 50, picit több, mint 50% körüliak a mutatók. Szerintem a világjárvány miatt, vagy más, mondom, választások miatt is az idén, ha jól tudom, elmaradt az egyik. De most ígérte a miniszterasszony, hogy lesz közvéleménykutatás, de a legutóbbi, amit én láttam, az pont ilyen 50% körül volt, sőt, egy picit, mintha 50 alá esett volna, és akkor így megijedtek. Mi a megoldás ebben a szituációban? Szerintem sokkal többet kellene dolgozni mindannyiunknak, és én ezt többször elmondtam, hogy közelebb hozzuk az uniós csatlakozás előnyeit. Mindennapi példákon magyarázzuk el, hogy ez miért jó, és hogy mindenki megértse, mert sajnos azt láthatják az emberek, és tehát valóban, ami a tárgyalási fejezetek megnyitását illeti, ez volt az átlag. 2-4, maximum 6 fejezet évente, de voltak rendszeres kormányközi konferenciák, és láthatták a lépéssorozatot. Ami probléma Szerbia esetében, és nem egyeznék azzal, hogy nem tudják, hogy kinek mi a kötelezettsége, mert pontosan ismert, tehát a pozíciókból, az akciótervekből ott írja, hogy ki a felelős ezért a lépésért, kinek melyen idő intervallumban kellene ezt teljesíteni. Úgyhogy világosít, csak meg azt is tudjuk, tehát az első pillanattól kezdve, mert napokban erről is beszélt a miniszterasszony, hogy amennyiben a 23-as és 24-es, tehát tárgyalási pozíció kapcsán, illetve a 35-ös, tehát magyarán emberjogok, de ugyanakkor szólásszabadság, médiaszabadság, korrupcióellenes harc, biztonság, tehát ha ezeken a területeken, és ami a legfontosabb, joguralom, Szerbia nem teljesít, vagy nem teljesít eléggé, akkor egyszerűen leállhat az egész folyamat. És ezek miatt készülnek az úgynevezett non-paperek, tehát különböző jelentések még az ország jelentés közötti fázisokban is. És tudjuk, hogy néhány tagállam nagyon kritikus erre vonatkozóan, és továbbra se vesszük komolyan a kritikákat. Tehát az igazságügyreform, korrupcióellenes harc, médiaszabadság, tehát van néhány állandóan, azt szokták mondani, hogy ilyen evergreen, tehát örökzöld téma, mely kapcsán nagyon szigorú az Európai Bizottság, de ez nem meglepő, és nem új, és ezt tudjuk, de attól függetlenül halasztjuk ezeket a dolgokat, például alkotmánymódosítás, és sok-sok téma. Átalakulni látszódik jelenleg itt valami ezen a téren. Újabban egyébként valahol a nyár elején Szerbia módosította a 23-as tárgyalási fejezetre vonatkozó akciótervét, mert tényleg nagyon nagy csúszásban vagyunk, tehát új határidőket szabott meg saját magának, és én remélem, hogy tehát ezeket tudjuk tartani, és hogy ezek alapján azért tényleg teljesíteni tudunk, mert akkor nem mondhatják főleg a szigorúbb tagállamok, tehát hogy nem teljesítünk ezen a téren, és azért nem adnak zöld fényt arra, hogy újabb tárgyalási pozíciót nyissunk meg, és ezen a kettőn túl, tehát 23-at, 24-esen túl a 35-ös, ami mások esetében nyilván általános kérdések voltak, vagy úgynevezett other issues, más témák. Szerbia esetében ez a Belgrád-Pristina közötti párbeszéd. Tehát itt valóban, tehát én úgy érzem, hogy az elmúlt időszakban nem Szerbia a hibás. Mert mindig akadályokba ütközik, hol ott választások, itt választások, nem értik meg egymást, akkor ezek a szerencsétlen, tehát Pristina által bevezetett lépések, szigorítások, ami miatt megszakadt, akkor most csak folytatódott a tárgyalás, és ez is hát így optimizmusra adott okot. Most sajnos a napokban azt hallhattuk, hogy valószínűleg tehát újra Koszovóba előrehozott választások lesznek, tehát hogy emiatt mégsem fog ez olyan ütemben folytatódni, mint ahogy ezt terveztük. Tehát én bízom benne, hogy ennek kapcsán most nem lesznek annyira szigorúak, de mondom, amennyiben főleg a jogállamiság terén, tehát nem lesz mérhető előrelépés, akkor nem várhatunk túl sokat. A szakemberek szerint tehát gondot okoz az, hogy eddig minden évben akár több csatlakozási fejezetet is megnyitott az Unió Szerbia számára, míg idén még egyről sem tárgyaltak. Szerbia azonban folyamatosan készül az uniós tagságra. Ennek jegyében a munkamódszeren és a feladatok teljesítésének ütemén is változtatnia kell az illetékes parlamenti bizottságnak és minden illetékesnek, hangsúlyozta Kovács Elvira, a VMS köztársasági képviselője, az Integrációs Bizottság elnöke. A képviselőházi Integrációs Bizottságnak mekkora hatalma van? Tehát tud-e ez az ön bizottsága tenni annak érdekében, hogy határidőket tartsák, hogy fejezetekkel kapcsolatos intézkedéseket elvégezzék, a törvénymódosítások megszülessenek. Tehát lehet-e valamit ezzel kapcsolatban tennie a bizottságnak, vagy csak egy egyszerű adminisztrációs feladata van a bizottságnak, hogy néha
rászóljon az illetékesekre, hogy na, vagy rákérdezzen, hogy na, akkor ez hogy áll. Igen, magáról a bizottságról nem is beszéltem, tehát a napokban elhangzott, hogy nagyon jó, és valóban fontos, hogyha valaki az európai integrációval foglalkozik, hogy ott legyen egyfajta kontinuitás, mert ez egy igen hosszú és bonyolult folyamat, és én örülök, hogy van jó néhány képviselő, akik korábban is képviselők voltak, és folytatják a munkát ebben a bizottságban. Persze vannak újak is, nekik is örülünk, mert ők is új tapasztalatot, tudást hoztak. Fontos szerepe van az Európai Integrációs Bizottságnak, ugyanis mi vagyunk azok, akik végül elfogadják ezeket a tárgyalási pozíciókat. Tehát a kormány előkészíti őket, azt elküldik a parlamentbe. Attól függően, hogy milyen témáról beszélünk, először a szakbizottság nézi át, és véleményt ad róla. Mi a további folyamat menete? Aztán minden egyes tárgyalási pozíció eljön hozzánk, tehát az integrációs bizottság elé, de előtte még behívjuk a civil szférát is. Tehát attól függően mondom, hogy milyen témáról beszélünk, van az úgynevezett Európai Konvent, tehát ez egy hatalmas ernyőszervezet, most már több mint 700 civil szervezet a része, és ezek is tehát úgy épültek föl, mint a tárgyalási csoport, tehát fejezetenként. Tehát nem csak civilek, vannak itt egyetemi tanárok, szakemberek, behívjuk őket. Az egyetlen hátrány, hogy ők nem láthatják a tárgyalási pozíciót, csak annak a kivonatát, tehát egy ilyen rövidített változatot, és elbeszélgetünk, ők elmondják a véleményüket, tehát itt még módosítási indítványokat javasolhatnak, és ezután fogadjuk el a végső változatát, ami aztán visszamegy kormányra, és megy ki Brüsszelbe. Milyen uniós mércékkel kell még összehangolni, és miért kap ebben fontos szerepet maga a diplomácia? Persze, minden egyes törvényt, tehát össze kell hangolni az úgynevezett AKI-val, tehát az Európai Unió jogrendjével, az is átfolyik a mi bizottságunkon, tehát nekünk minden alkalommal, mielőtt plenáris ülés elé kerülne a szöveg, meg kell állapítanunk, hogy összhangban van-e az AKI-val, vagy nem. És ezen fölül talán ami a legfontosabb, szerintem a parlamenti diplomácia, ugyanis mi vagyunk azok, akik különböző, tehát legyenek azok európai parlamenti képviselők, tagállamok, parlamentjeinek a képviselői, vagy akár regionális parlamentek képviselői, vagy bárki. Tehát ezekkel szorosan tartjuk a kapcsolatot. Persze most a koronavírus járvány miatt nyilván nem fizikailag, hanem online, de én úgy gondolom, hogy most már hozzászoktunk. Tehát az e fajta kommunikáció sem ront a munkán, tehát nem veszít a minőségéből. Például a napokban lesz Podgoricában egy konferencia, amelyen hát jó magam is felszólalok, nyilván a parlamentből, tehát online fogok csatlakozni. Úgyhogy sokat tehetünk. Ami a legfontosabb, hogy minden egyes jelentést is, tehát a soros elnökségről készült jelentést, a minisztérium jelentéseit, tehát mindent mi fogadunk el, és ezért fontos, én intenzívebbre szeretném tervezni ezt az elkövetkező másfél évet, vagy már amennyi lesz ez a mandátum. Azt szeretném, ha a miniszterasszony legalább 3 havonta járna a parlamentbe, ugyanis ez egy ügyrendi kötelezettség, tehát mi az ellenőrző funkciónkat is intenzívebben használnánk, aminek külön örülök, tehát a bizottságnak van nyilván egy ilyen titkársága, tehát nem túl sok ember dolgozik itt, de ezek nagyon jó szakemberek, és van olyan, aki 15-20 éve is ott van a parlamentben, tehát már a napokban, ebben a néhány napban tapasztalhattam azt, hogy bármit kérek tőlük, tehát ők is megtapasztalták, hogy hú, nem volt ilyen tempó annak idejében, de nincsenek megijedve, tehát úgy örülök az együttműködésnek, mert valóban intenzívebb kell, hogy legyen a kommunikáció, az maga, mondom, az integrációs bizottság titkársága, a külügyi bizottság titkársága, illetve a különböző minisztériumok között. Tehát mindenkinek tudnia kell, hogyha valaki rámutat bármilyen kérdésre, és az, nem tudom én, a kisebbségi akciótervben megfogalmazott kötelezettség, vagy a 23-asban, és mi nem igazán teljesítettük, miért nem, hogy állunk, ki a felelős, hívjuk be a minisztériumot, tehát így kellene, hogy működjenek a dolgok. Ha jól értem, nem csak az európai csatlakozási módszertan változik, hanem magának az integrációs bizottságnak a munkájának a módszertana is megváltozik, meg főleg a tempója lehet. Ilyen föltételek mellett a bizottságnak egy terve, amelyet tűzön vízen át teljesíteni szeretne, foggal körömmel harcol majd érte, hogy valóban teljesüljön is, hogy egy ilyen intenzív periódus következik, amely eredményekkel is jár majd. Hát igen, érdekes így általánosságban, tehát ha parlamentről beszélünk, jó magam 13 éve vagyok parlamenti képviselő, és eddig sohasem volt munkatervünk, tehát magának a parlamentnek. Annak ellenére, hogy ez is ügyrendi kötelezettség, és van ilyen lehetőség, tehát hogy magának a parlamentnek kellene, hogy legyen egy ilyen évi terve,
ami nyilván általában a kormány évi tervéhez alkalmazkodik. De most úgy tűnik, tehát soha nem volt ennyi kollégiumülés, tehát hogy az új házelnök is komolyan gondolja, és minden kedden reggel találkozunk a kollégiumon, és már beszélgettünk arról, hogy bizony lesz egy éves tervünk. Úgyhogy ugyanígy, hát most nem biztos, hogy konkrét terv alapján, de sokkal intenzívebben fog dolgozni az integrációs bizottság is. Például a napokban már arról beszélgettünk, mert tudjuk, hogy nincs túl sok időnk, viszont sok mindenen kellene javítani. A házelnök kérte, hogy keressem ki, tehát hogy melyek azok a dolgok, amelyeken már mi, maga az integrációs bizottság tudna javítani, illetve a parlament. Tehát még ha a kormány késik is bizonyos törvényjavaslatok megfogalmazásával, elküldésével a parlamentbe, mit tudunk mi tenni, ami konkrét kritika, például az Európai Bizottság jelentéséből, úgyhogy ezt kihúztuk, hát van tennivaló, persze elsősorban, és ezt már el is mondta a házelnök, aminek örülünk, elsősorban a sürgősségi eljárást kellene csökkenteni, sőt, tehát nem kellene sürgősségi eljárásban elfogadtatni a törvényeket, több lehetőség, vita lehetőséget kell nyújtani maguknak, a képviselőknek, az úgynevezett közmeghallgatásokat, tehát többet kellene szervezni. Néhány évvel ezelőtt volt olyan év, amikor egy közmeghallgatás volt. Tehát élni a lehetőségekkel, és valóban a parlamentnek, mint az intézménynek az erejét fölemelni, tehát ebben a jelentésben nem kritizálják annyira magát a bizottságot, mert hogy a bizottság jó példa, behívja a civileket, beszél a civilekről, elfogadja a tárgyalási pozíciókat, inkább tehát a parlamentet, úgyhogy hát most erre készülünk, hogy ezeken javítsunk. És végül egy számot mondok csak, és szeretném az első reakcióját akkor, hogyha hallhatnánk. 2025. Hát én már régóta nem beszélek dátumokról, mert nem szeretnék ilyen jóslatokban bocsátkozni. Ha belegondolok, hogy most 2020 van, akkor a 2025 nagyon közel van, de ugyanakkor bizakodásra ad okot, tehát én azt szoktam mondani, hogy a jelenlegi bővítés és szomszédságpolitikai biztos Várhelyi Olivér azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy a mandátum a végéig, tehát legalább egy ország készen legyen a csatlakozásra, és annak ellenére, tehát hogy most úgy tűnik, Montenegró megnyitotta a tárgyalási fejezeteket, hogy Montenegró mondjuk jobban áll. De ez nem így van, mert Montenegróval nem voltak annyira szigorúak. Tehát egyrészt nincs ott a koszovói kérdés, másrészt a jogállamiság terén is máshogyan néznek rá. Szerbia talán párhuzamosan áll Montenegróval, és az úgynevezett frontrunner, tehát valahol az élvonalban áll, úgyhogy akár Szerbia lehetne ez, ha így fölhúzzuk a gatyaszárat és hozzáfogunk, de mondom, ehhez komoly reformokra van szükség, nem ilyen kikozmetikázott reformokra. Én biztos vagyok benne, hogy az új kormány komolyan gondolja, tehát hogy stratégia elképzelés az unió felé való csatlakozás. Nyilván hátráltat bennünket néha még ez a külpolitikánk összehangolása, de azzal is tisztában vagyunk, hogy mire már Európai Uniós tagállam leszünk, teljesen össze kell hangolni a külpolitikát az unióival, most ezt fokozatosan tesszük, és vannak néha megmagyarázhatatlan lépések, de miért ne? Tehát mondom, én nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni, mert ebben a pillanatban senki se tudja, hogy mi lesz az idei végig, nem? Tehát mi lesz az elkövetkező időszakban, mi vár ránk, de minden lehetséges. A mérleget hallották. Műsorunk vendégével, Kovács Elvirával, a VMS köztársasági képviselőjével, a Szerb Képviselőház Integrációs Bizottságának elnökével, a köztársaság csatlakozási folyamatainak felgyorsítási lehetőségeiről, a munkamódszer megváltoztatásáról, valamint az újabb tárgyalási fejezetek megnyitási terveiről beszélgettünk. A műszaki munkatárs Nagyhegyesi Dávid nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő, Szabó Hangya Teréz, a viszonthallásra. Mérleg. Fontos kérdésekről részletesen. Készült a Tartományi Művelődési Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság támogatásával. A műsorban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik a titkárság álláspontját.